Tehát most gondold végig, egy olyan világ felé haladunk, ami éppen beszéltük itt kezdés előtt, hogy nekünk ami felé most haladunk, az nem fura. Tehát az annyiból nem fura, hogy régen is úgy működött, olyan világban éltünk, ahol nem bementél egy üzletbe és bármit megvettél. Érted? Hanem ha valamire szükséged volt, akkor azt általában meg kellett rendelni. Mert nem volt az üzletben. Ha volt az üzletben, akkor éppen szerencsés voltál és megvetted. De ez azt jelenti, hogy mit tudom, mindenre várni kellett. Mondjuk egy építkezésnél várni kellett a építőanyagra. Mindenre várni kellett. Autóra várni kellett. Akkor várni kellett egy termékre, például már megjelent, de még nem hozták be az üzletekbe, még nem volt. Akkor, mit tudom, egy-egy üzletben volt az a termék, az üzletek többségében nem volt. Érted? De akkor ki kellett fogni azt a terméket. Nekünk ez nem fura, én ebben nőttem fel. Sőt, még a fiatal emberkoromat ebben töltöttem el. Tehát ha például termékeket akartunk vásárolni, amit nem lehetett kapni Magyarországon, kimentünk Ausztriába. Már ez ugye a 80-as években történt, hogy kimentünk Ausztriába vásárolni, mert Magyarországon nem volt. Ugye akik egy kicsit már akkor ugye ezt élték, ezt az időszakot, emlékeznek akár gyerekként, hogy a szülőkkel esetleg ki, vagy a szüleik kimentek és kint vásároltak. Tehát ez nem jelent problémát. Csak azért, mert ugye most elindult az, hogy ugye volt egy olyan világ, ahol túltermelés volt. A túltermelés azt jelenti, hogy raktára termeltek. Nyilván élelmiszert nagyon raktára nem lehet termelni, mert az tönkre megy, de megnézed, a termékeket azt raktára termelték. Tehát minden raktár dugig volt termékekkel. Na most ez ugye a Covid-dal elindult, hogy rájöttek arra, hogy ez nagy bukta, ha raktára termelnek, mert az nem hoz pénzt, mert azt el kell adni. Ezért ugye körülbelül olyan mértékű raktári felhalmozás volt, hogy most kezdik a raktárokat kiüríteni. Tehát idáig tartott a raktári felhalmozás. Érted? Tehát még azért vannak termékek, mert még a raktárokban vannak termékek. Érted? De a közeljövő már az lesz, hogy gyakorlatilag nem lesz raktári termék. Érted? Hanem te valamit akarsz, akkor most tanítanak meg rá, ebben a két évben tanítottak rá, hogy megrendeld. És akkor majd online a gyártótól kijön neked a termék, érted? De az azt jelenti, hogy mivel a gyártótól jön a termék, az összes kereskedelmi lánc az kiiktatva lesz. Érted? Az kiiktatják. Most gondold végig, akkor mennyi munkahely szabadul fel? Mikor mindenki a gyártóktól fog vásárolni? Hát mert hiányzik majd a nagyker, a kisker, a középker, kisker, mindenféle. Érted? Hát ez mind kimarad. Szállításra se kell több ember. Hát mert most is a nagykerbe ki kell szállítani, utána ki kell szállítani a kiskerbe, a nagykerből, utána meg ki kell szállítani a vevőnek. Ez mind kimarad. Tehát az azt jelenti, hogy a fuvarozás is lecsökken. Mert nem háromszor kell fuvarozni, hanem közvetlenül a gyártótól megy ki majd a vevőhöz a termék. Tehát nyilván akarják majd azt csinálni, hogy fönntartsák a saját forgalmukat a kereskedők. Hát nyilván ezért próbálja azt csinálni, tudod, hogy látod még, hogy tőle is lehet megvenni. De utána nézel, és arra jössz rá, hogyha gyártótól közvetlenül rendeled, hamarabb megkapod és olcsóbban.
Érted? És egy idő után mire jönnek rá az emberek? Hát bolond leszek attól vásárolni, aki közbeiktatódott. Tehát nézd meg, most erre szokatják rá az emberek, hogy tudjanak online rendelni. Ez előzménye annak, hogy szépen az egész ilyen kiskereskedelmi, meg nagykereskedelmi láncok azok össze fognak omlani. És maradnak a gyártók, meg a közvetlen szolgáltatók, akik közvetlen szolgáltatást nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy ilyen brókerek, meg ilyenek mind megszűnik, érted? Nem lesz rájuk szükség, mert mindenki közvetlenül a terméknek vagy a szolgáltatásnak a létrehozójától fog vásárolni. Érted? Tehát hogy ez mit fog jelenteni? Ez azt jelenti, hogy emberek milliónyinak a munkahelye fog megszűnni. Mert egyszerűsítve lesz egyszerűsítve minden. Akkor az azt jelenti, hogy nem lesz szükség annyi alkalmazottra az államban se. Érted? Mivel nem lesz annyi alkalmazott, nem kell annyi kontroll, nem lesz annyi cég, nem kell annyi kontroll. Tehát ott is, azon, abban a szférában is szépen le lesz ez építve. Nekem ez nem fura, mert ez így működött a szocializmusban, mármint az, hogy nem volt termék, és alapvetően ugye nem ilyen kézen közön mindenen keresztül vásárolt az ember, hanem sok esetben például a nagy aposomék úgy építkeztek, hogy mindig mentek a gyárba, és a gyárból vették meg a terméket, érted? Mondom, a gyárból vették meg, mikor építkeztek mindent. Jó, aposom ugye TS-ben volt gépkocsi vezető, teherautón, ezért ugye a fuvarozás az olyan nagy probléma nem volt számára. Szóval a lényeg, és ez megyünk, ne, megnézitek, megyünk e felé. Tehát megkérdezed, tehát több olyan családtagom van, aki megkérdezte a kereskedőt, érted, hogy áll, és a kereskedők mondták, a kiskereskedők mondták, hogy akadozik mára a szállítás, mert ugye őrülnek a raktárkészletek. És ugye ez úgy lesz, hogy majd rendelsz valamit, és akkor neked legyártják, érted? Nem lesz raktáron, érted? A gyártási idő az meg idő lesz. Főleg egy bonyolultabb valaminél, mondjuk egy autónál, mint például a Toyotára már várni kell, mit tudom, bizonyos típusokra nem tudod elhozni, érted? Mert nincs, gyártásban van. Leadod a megrendelést, és jó, én vettem úgy autót, hogy nekem gyártották le egyet, hogy nem raktáról vettem, megmondtam, hogy ezt akarom bele, azt akarom, ilyen legyen, ilyen színű, ilyen belső húzat, stb. És azt nekem gyártották le. Ez nem most volt, még a 90-es évek végén. Szóval a lényeg az, hogy és várnom kellett rá, vagy mit tudom, 4 hónapot, mire megkaptam ezáltal, mert ugye az hiába volt olyan, volt raktáron, olyan nem volt, mint amit én akartam. Jó, tehát és ez most szépen annyiból előnyös a dolog, hogy sokkal gyorsabban gyártanak bármit, mint mondjuk a szocializmusban, érted? És ezáltal nem esetleg egy termékre éveket kell várni, hanem lehet, hogy hónapokat. Tehát szépen haladunk egy ilyen világ felé. Ami mondom, számomra nem furcsa. Számomra az se furcsa, hogy mit tudom én, nem lehet menni nyaralgatni, vagy külföldre, vagy össze-vissza, számomra ez se furcsa. Eleve én annyit mentem, mint zsidóba a fájdalom, ahogy a magyar mondás mondja, érted? A múltban, tehát kiéltem ezt a fajta vágyamat, érted? De ha nem éltem volna ki, akkor is, hát én azt láttam gyerekként, hogy a szüleim sem mentek. Évente egyszer lementek a nagyszüleimhez, Szabolcsba, vagy lementünk, érted? És egyébként meg, mit tudom én,
még gyerek voltam, talán kétszer vagy háromszor voltunk nyaralni. Ennyi. Tehát számomra ez nem fura, ez a fiataloknak fura. Vagy nem az én generációmnak, aki utánam nőtt föl, azoknak fura. Érted? Akik már a 90-es években lettek, ugye felnőttek, onnantól kezdve fura, hogy jön ez a másfajta világ. És akkor most gondold végig, ebben a másfajta világban az emberek többsége az, többségének nem lesz munkája. Ezért ugye tervezik az ilyen átmeneti megoldásként, mondom, átmeneti megoldásként tervezik ezt a... milyen jövedelem? Alapjövedelmet. Igen. Ezt az alapjövedelmet, hogy akkor is, hát de ez gyakorlatilag egy segély, mert nem kell érte dolgozni, érted? Tehát amiért nem kell dolgozni és úgy kapod meg, az egy segély. Csak mennyivel jobban hangzik, hogy alapjövedelem. Hát a jövedelemért dolgozni kell, drága barátaim. A jövedelmet ingyen nem adják, a segélyt adják ingyen. Ezért ugye átmeneti állapotként, ameddig élnek a segélyezettek, addig adják a segélyt. Érted? Mondom, ameddig élnek. Tehát ugye, ha most gondold végig, akik ezeket az egészet intézik, azok ilyen olyan alapon működnek, érted, hogy bennük egy fikarcnyi együttérzés sincs az állampolgárok iránt. Tehát mondom, egy fikarcnyi sincs. Ha esetleg volt valamikor benne együttérzés gyerekkorában, akkor a szülei ezt az együttérzést kinevelték belőlük. Vagy ha esetleg felnőttként még volt együttérzés benne, akkor az ő pozíciója által nevelődött ki belőle az együttérzés. Érted? Tehát ezekben nincs együttérzés. Ami azt jelenti, hogy úgy működnek, hogy együttérzés nélkül, és ezáltal, hogy veled mi lesz, abszolút nem érdekli. Egy, kettő, azért, hogy ne lázadj föl, ezért úgy csinálják veled, mint a békával, amit az imént elmondtam. Érted, hogy lassan adagolják, lassan. Tudod, mikor olvastam én erről, hogy lassan adagolva az emberek mennyire képesek elfogadni? Még a 90-es évek közepetáján olvastam erről. Érted? Hogy lassan adagolva az emberek úgy működnek, hogy elfogadják az egyre szigorúbb és szigorúbb szabályozásokat.